Amióta mérik, sosem volt annyira alacsony a Tisza vízállása, mint most. Szolnoknál 280 cm-rel alacsonyabb a vízállás a szokásosnál. Szegednél a duzzasztók miatt nem olyan rossz a helyzet, de ott is kisebb a vízállás a megszokottnál. A klímaszakértő szerint, ha nem változtatunk, néhány éven belül tragikussá válik a helyzet. Úszkálnak a kacsák a Tiszán, erre még van lehetőségük, de egyre kisebb felületen. Az extrém meleg miatt ugyanis napról napra csökken a vízállás. A helyzet Szolnoknál a legrosszabb. Ott már mínusz 280 cm-es vízállást mértek a megszokotthoz képest. Bár Szegeden jobb a helyzet, de itt is érezni, hogy nincs valami rendben. Tavaly csak egy kis áruhullám volt a Tiszán, de az akkori csúcsnál most 4,5 méterrel alacsonyabb a folyó vízszintje. Tavaly május végén Szegeden 539 cm-en tetőzött a Tisza. Azóta ez volt a legmagasabb vízállás a városnál. Most pedig kevesebb, mint 1 méteren, 86 cm-en áll a folyó vízállása. Szegednél a Tisza ugyan a duzzasztók miatt biztonságban lehet, de a sokszor 35 fok feletti hőmérséklet és az, hogy alig esett eső az elmúlt hetekben, már most is komoly problémákat okoz. A vízkészletek mennyiségét, ha tekintjük, körülbelül két havi csapadékösszeg a csapadék hiányos időszak következtében hiányzik a vízkészletekből. Ezt a mezőgazdaság nagyon élesen érzi, nagyon nagy az igény az öntözésre. A helyi lakosok szerint a jövőben még nagyobb problémák lehetnek. Ilyen perzselő nyaraink korábban nem voltak, ahogy visszaemlékszem, úgyhogy hát ez így tart tovább, már pedig a tendencia ezt mutatja, akkor komoly bajok lesznek. Én úgy érzem legalábbis. Ez a vélemény a klímaszakértőnek is. Amire kevesen gondolnak, hogy pont az északi-sark környék az, ami rohamosan melegszik, ezáltal a permafrost, vagyis az állandóan fagyott régió felolvad, és az ezer veszélyt rejt. Tehát itt egyébként a metánmezők felszabadulnak, a levegőbe jutnak, a metán egyébként a szén-dioxidnál sokszor, tehát 28 vagy akár 80-szorosan éghajlatmódosító, tehát felmelegítő hatású gáz. A jelenlegi klímacél az lenne, hogy a 1,5 foknyi globális átlag hőmérsékletet ne haladjuk meg. Azonban a szakértők szerint a helyzet ennél sokkal rosszabb.